Minden intézményre, minden felületre készült egy-egy intézkedési csomag, ami az energiahatékonyság növelését célozza Siklóson. A képviselőtestület is elfogadta a javaslatokat, így azok két lépcsőben, október 1-től és november 1-től léptek életbe a spórolás jegyében. A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében az önkormányzat által működtetett intézményekben vezették be az intézkedéseket. Két olyan intézkedés volt, ami szerintem számottevő vagy érdemes róla beszélni. Az egyik az a művelődési házunk. A bezárása, ha fogalmazhatok így, illetve a minimális temperálása. Nem nagyon volt kihasználva ez a felületünk, és azt gondoltuk, megnézve nyilván a fűtésköltségeket, hogy itt tudunk talán a legnagyobbat megtakarítani. Az olyan rendezvényeket, melyeket a művelődési házban szoktak tartani, ezúttal a könyvtár épületébe szervezik. A másik fontos intézkedési csomag a hivatali munkát érinti. Az önkormányzat külső épületeit is bezárták, az ott dolgozó kollégák pedig a városházán belül rendezkedtek be. Siklós egyik szintén nagy fogyasztója még a vár, így ezen a területen is fontos változások léptek életbe. A hétfői napokon nincs nyitva a vár, és természetesen a fűtéssel és a villamos energiával is megpróbálnak takarékoskodni, mindazonáltal, hogy egy téli időszámításra, illetve téli üzemmódra való átállás az azt is vonza magával, hogy kevesebb létszámmal kell megoldani, mint a várnak a működtetését, mint a csúcs turisztikai szezonba. Ezért ott a kollégák nem lettek elengedve, viszont az óraszámok visszalettek véve. Mindezek mellett a közvilágítás is egy fontos kérdés, ami a leginkább érinti a lakosokat. A polgármester elmondta, hogy nincs semmi olyan intézkedés, ami korlátozná az utcák kivilágítását. Riga Gábor ezt azzal indokolta, hogy a lekötött szerződések 2023 végéig szólnak, így amíg megmarad az árszint, addig ezen a területen nem kell számítani korlátozásokra.